Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Jöjjön egy kis Antem Lore története. Lássuk, milyen mélyre is lehet kutakodni ebben a játékban, ennek a játéknak a történetében, és lássuk, mi táp alajt, táp, la, táptalajt tud nyújtani. Ezért annak a 10 éves futamidőnek, amire a BioWare tervezi. Van-e elég Lore történet potencia a játékban? hogy igazán érdekessé váljon, és ezt most rátok fogom hagyni, ti fogjátok ezt eldönteni, hogy elég érdekesen indul-e az Antem története. Nos, hölgyeim és uraim, annyit tudhatunk az Antemről, illetve a helyről, a bolygóról, ahol az Antem játszódik, biztosan tudhatjuk róla, hogy nem a Föld. Az érdekessége ennek a helynek, hogy az emberiség hát elfoglalta, nem is elfoglalta. Oda születtek, ott voltak, ott jöttek létre. Mint ahogy mi emberek létrejöttünk itt a Földön, ők úgy jöttek létre ott, azon a bolygón. És azt a bolygót honosították, mondhatni. Mert hogy hát a bolygó nem éppen szelíd hogy őszinte legyek, és a bolygó maga sem létezett mindig, hanem alkották ezt a helyet, ahol az antem játszódik. Kik alkották ezt? Hát isteni lények, mondhatni, őket hívják shapernek. És ezek a lények valamiért félkészen hagyták, ezt a bolygót. Na, na mindegy. A lényeg az, hogy amikor elkezdték alkotni ezt a helyet, akkor egy technológiát használtak, amelyek, amely összegyűjtötte az energiát, ami elkezdte alkotni ezt a helyet. Ezt hívják Anthem of Creation-nek. Most lefordítva magyarra az Anthem, az azt jelenti, hogy himnusz, tehát így a hogy is mondjam, az alkotás himnusza. Érdekes. Na a lényeg az, hogy ezt hívják ugye Anthem of Creationnek. Ugye, amit valamiért nem fejezték be, na most amikor az emberek megjelentek ezen a helyen, amit még nem tudjuk, hogy hogyan, mi az eredet története ott az embereknek, igen, igen, limitált technológiával rendelkeztek, egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes bolygón, ugye, nem beszélve arról, hogy maga a, a vad élet, ami van ezen a bolygón, ez nagyon veszélyes, de maga az Anthem of Creation, a Shaper technológia, amit használtak erre, hogy megformálják ezt a bolygót, ez az egyetlen dolog, amit itt hagytak ezek, ezek az istenek. Na most ez a dolog valahogy irányíthatatlan, és néha-néha ki bekapcsol. Ezek okozzák ezeket a Shaper Storm nevű viharokat, amit majd láthatunk az egyik frissítésben, és igazából eléggé um, irányat, irányíthatatlanul uh, mozgolódik a bolygón. Most ugye, az, hogyha ba nagy baj volt, az emberiség mindig talált magának erős harcosokat, és így születtek meg maguk a freelancerök, és így születtek meg a zsevinek. A limitált technológiával, amivel rendelkeztek az emberek, és a shaper technológiával összekeveredve, személyre szabottan hozták létre a freelancerek számára a javelineket. Ritkának számítanak ezek a javelinek ebben a világban, és nagyon-nagyon ugye személyre szabottak. És hát azon kívül, hogy elképesztő pusztító erővel Rendelkeznek, és fel tudod vennük, venni velük a harcot, a sok veszéllyel ami rendelkezik, ezen, a, amivel rendelkezik ez a bolygó. Ugye azon kívül megadta a, a repülés szabadságát is. Az embereknek. Na most, és a Shaper technológia, ez természetesen nem mehet el figyelem nélkül, és erre felfigyeltek, konkrétan uh, idegen, lények is akit jelen pillanatban ugye úgy ismerünk, hogy a Scar. Na most nem tudni, hogy a Scar hogy került erre a helyre, mi az eredetük, de a lényeg az, hogy nem emberek, tényleg ők éljenek, és őket is vonz ez a Shaper technológia, és meg akarják szerezni. A másik pedig ugye ilyen veszélyforrás maguk az emberek, mert hogy ugye megalakult az a csoport, amit úgy hívunk, hogy a The Dominion, és ő ellenük harcolunk, Magában a single playerben is, végső soron, hogy ne szerezzék meg a shaper technológia darabjait. Mert mi van, hogy nem ismerjük a shaper technológiát, nem tudjuk uh, irányítani, de hogyha még tudnánk is irányítani, mi, mi a rossz kezekbe ez nagyon-nagyon rossz fegyver lehet, hogyha tegyük fel, egyszerre egy időben kapcsolják be az összeset, nem tudni, milyen következményekkel jár erre az adott bolygóra, kipusztíthatja az egész emberiséget, vagy éppen fegyverként lehet felhasználni, hogy terrorban tartsák ugye a civilizációt. És a Dominionnek ez a célja, ugye megszerezni a Shaper technológiát is az irányítás alá vonni. És ennek egy kis részét tapasztalhattuk meg a single playerben. Békisebb időben ugye a Fort Tarsis lenne a menedékhely freelancerek számára, amit a szentinelek őriznek. Bár hogy őszinte legyek, eddig a single player alapján és tapasztalatok alapján a szentinelek egy kisebb viccnek tűnnek, és nem feltétlenül rájuk bíznám egy a városnak az őrzését. De a lényeg az, hogy az egyik utolsó bástyája az emberiségnek, az emberiség visszavonult és élt, hogy miért nem tudni, hogy a shaper Stormok felelősek ezért, hogy, hogy nem tud az emberiség kiterjeszkedni, nem igazán tudni. Majd ez valószínűleg ki fog derülni a jövőben, de nagyjából ennyi lett volna röviden az Anthem lore története. A single player maga az nem sokat árul el, csak annyit, hogy van a Dominion, mi harcolunk az ellen, hogy a Dominion megszerezze a Shaper technológia felett az irányítást, és maga a, a monitor az legyőzik a végén, ami után ugye keveredik a Shaper technológiával, az Anthem és az Antem of Creation-nel is megszületik belőle az a nagy valami furcsa lény, amivel a Heart of Rage-ben küzdünk, és ugye megismerhettük a saját karakterünket és a főbb karaktereket, de a lore történetben mélyebben nem lehetett, nem lehetett megtudni nagyon semmit. Ezek az információk is maguktól, a készítőktől származnak. Srácok, ennyi lett volna ez a videó. Hát kíváncsi, hogy mi a ti véleményetek? Egy nyújt ez elég táptalajt arra, hogy egy jó kis izgalmas történetet is játékot kapjunk az elkövetkezendő években? Ez lenne a kérdés. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. A következő Anten videóig iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, like nyomjál rá a csengő jeleskére, komment a videó alá, most, most rögtön. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!